Tehát mondjuk egy ilyen fokú kristályosodás, ez már tudja károsítani. Mondjuk itt, ami van a vesző végén, ez viszont abszolút nem okoz itt kárt. Tehát ugye, levágnánk ezt a külső részét vesznek, hogy alatt a zöld, akkor biztosan túlvészelte ezt a fagyot. Itt pedig ezt le kell szedni igazából a rügyet, cikével ketté vágni. Hogyha a belső részén, ugye ez a fekete pont van a tölcsér részén, akkor már ez nem hajt ki. A mínusz 15 fok alatti hideg már károsíthatja a szőlőrügyeket, a gyenge vesszőket, annak ellenére, hogy a szőlőnövény ebben az időszakban nyugalmi állapotban van, nincs benne nedvkeringés. Mondja Juhász Ádám borász, hozzátéve, hogy a fagykárokról csak a rügyfakadáskor lehet majd biztosat mondani. A szőlészek, borászok egyik szeme most sír, a másik nevet, a hideg ugyanis segít a kártevők elleni védekezésben, és ha jönnie kell, akkor inkább most jöjjön, mint később. Pont a határon vagyunk, ez a mínusz 15 és mínusz 20 fok közötti hőmérséklet már károsíthatja a szőlőnek a rügyeit, amiből a következő évi hajtások lesznek majd. Szerencsés viszont az, hogy ilyenkor jött, illetve hogy egy nagyon szép ősz van a hátunk mögött, és szép aranysárga veszünk vannak, érett veszők vannak, amelyek azért jobban ellenállnak a fagynak. A szántóföldi növénykultúrák többsége is ellenáll a fagynak, köszönhetően annak, hogy a kedvező őszi időben megerősödött a vetés, de a káposztafélékben nagy a kár. Az őszi árpa és az őszi búza, annak a tűrőképessége az fokozott, tehát azok nagy valószínűséggel még most jelenleg kár nélkül tudják átvészelni ezt a hideg időjárást, de a repcénél ez évben már nagyon nagy károk fognak jelentkezni. Tehát nagyon nagy a repcének az elpusztulása, kipusztulása, ezáltal ugye a gazdálkodóknak újra fölül kell vetni a repce vetéseket. Szendrei László hozzátette, az biztos, hogy idén kevesebbet kell majd költeni a kártevők elleni védekezésre. A tartós hideg az áttelelő rovarok, paraziták, gombák számát csökkenti.